Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket, Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Tekintsék meg kérem a mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsorunk következik. Mai vendégünk dr. Barta Júlia etnográfus, akivel többek között a legújabb megjelent kötetéről beszélgetünk. Kedves nézőink, most pedig az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, kérem tartsanak velünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk dr. Barta Júlia turkológus, akit szeretettel köszöntök stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok! Azért hívtuk ma meg Önt egy stúdió beszélgetésre, mert a közelmúltban nagyon sok minden történt Önnel. Az első és talán legfontosabb az, hogy tavasszal Törökországban járt, ahol egy nemzetközi díjat vehetett át, ehhez szívből gratulálunk. Mesélj el a nézőknek, hogy egészen pontosan mikor, hol járt és mi volt ez a díj, mit lehet róla tudnunk. Köszönöm szépen a gratulációt. Ez egy békedíj. Nagyon érdekes, engem is nagyon meglepett, de hát ugye tudjuk, hogy a kitüntetés és a bomba garantáltan ártatlanokra szokott esni. Úgy alakult, hogy volt itt évekkel korábban egy UNESCO-s kutatás és a Török-Magyar Néprajz Kutató Program, és nagyon valószínű, hogy amiatt kaptam én, mert gondolom az ő javaslatukra, az UNESCO Török Nemzeti Bizottsága elnökének javaslatára kaphattam én ezt a díjat. Békedíj kulturális nagykövet lettem általa. Ez nagyon érdekes, mert hát azt hiszem, hogy hogy ennél nagyobb tisztesség azért nem sűrűn éri az embert, mert ez szakmai elismerés, ez nagyon nagy szakmai elismerés. És Izmitben kaptam meg, abban a városban, Kocaeliben, azon a településen, ahol a tököli emigráció élt, és ott tulajdonképpen létre is hozott egy falut, Kocaelihez tartozó Karatepe falut. Tehát sokszorosan találkoztam ott magyar emlékekkel ismét, és nagy boldogság volt, nagyon örültem. Tehát ez egy békedíj. A nemzetközi békedíj, amit a törökök, hát ugye az a nagy vonalúsággal török Nobelnek szoktak nevezni, török Nobel-díjnak szoktak nevezni, mert ugye a kritériuma azonos a Nobel-díjéval, és egyezik az UNESCO az alkotó ember, mint kincs című díjának a feltételrendszerével. Tehát akkor egyáltalán nem tudott arról, vagy nem volt sejtése azzal kapcsolatban, gondolom, hogy ezt megkapja. Mit érzett akkor, amikor gondolom értesítést kapott róla? Persze, levélben? Kaptam, igen, e-mailben kaptam értesítést. Hát először én? Miért? Hát mit kérdez ilyenkor az ember? Hát tesszük a dolgunkat, és én nem vagyok az a tülekedős fajta, hogy mindenhol ott vagyok. Egyszerűen, na ez a jó, amikor az ember munkája úgy szépen gyűrűzik, és érleli, egy idő után érleli a gyümölcsöket. Ez egy ilyen gyümölcs volt. Azt tudjuk Önről, hogy mindig dolgozik, folyton tevékenykedik, ugye sokat járt Törökországba. Én nem tudom azt elképzelni, hogy csak egy díjátadó miatt utazott ki. Gondolom, hogy hosszabb időt töltött akkor kint. Találta valami új dolgot, valami érdekességet, amit esetleg majd utána lapok formájában megjelentethet? Feltétlenül, igen. Izmitben voltam, mint mondtam, meg Edirnében voltam. Nekem van egy jó, szerintem nagyon jó tanulmányom, amit az idén még egy kicsit dédelgetek, és jövőre ki fogom adni. Ez egy vallásökológiai tanulmány, korábban már beszéltünk róla. Nagyon fontosnak tartom, hogy ilyen szemszögből is megismerjük azt a világot, hiszen Törökország iszlámország, de nem az a típusú, amitől Európa fél. Tehát a törököktől nem kell félni, azt gondolom. Viszont fontos, hogy
hogy közel kerüljön hozzánk, hogy az ember arcát is meg tudjuk mutatni, és én ehhez gyűjtöttem most is a nyolt. Ami még nagyon érdekes volt, hogy milyen szépen ápolják a magyar emlékeket a törökök. Tökörinek emlékháza van, múzeuma van Kocaeli-ben, elképesztően elegáns, szép múzeuma van. És azt a házat, ahol Tököli és Zrínyi Ilona az első időben élt a tengerparton, azt a házat, pontosabban annak a háznak a helyén egy ugyanolyat, egy fiatal török építész felépített. És én azt meglátogathattam, és annyira szép volt, olyan boldog voltam, hogy ilyen van korhű stílusban, de csodálatosan szép házat felépített. Azt gondolom, hogy meg is fogom írni a magyar emlékeket még megírom. Sokan írtak már róla, de azért van is rá felkérésem a földrajzi közlemények számára kell ezt megírnom. És hát egy jó fejezet lesz a Tököli emigráció emléke Izmitben. Mikor tervezi a következő törökországi útját? Vagy mikorra tervezi? Három hét múlva, mert meghívtak egy nemzetközi konferenciára. Ez lesz a 10. nemzetközi konferencia, a turkológiai konferencia, ahol a kulturális örökség lesz a téma, és én ott előadom a kunok kulturális örökségét, a kun műveltség emlékeit, illetve keleti örökség a nagykunság népi kultúrájában, mert mi azért egy csoda vagyunk itt, azt hiszem. A közelmúltban egy könyvbemutatót tartott a Kisújszálláson. Itt van előttünk, megjelent a legújabb könyve, kötete. Mit lehet erről tudnunk, hogyan mutatná be a nézőknek? Én olyan régen dédelgetem ezt a kötetet, a nagykunság monográfiája valójában. Mi is ez a monográfia? Igen, ez egy összefoglaló munka. Egy összefoglaló munka, egy téma, nagy, lehetőleg mindenre kiterjedő bemutatása a monográfia. És azt gondolom, hogy ezt a monográfiát így csak én tudtam megírni. És tehát ez egy hiánypótló. Ez egy hiánypótló. A nagykunság monográfia már régóta dédelgetett álma minden muzeológusnak, aki karcagon volt. Már Bellon Tibor szerette volna összehozni, létrehozni, megírni, de valahogy nem jött össze. Aztán Őrsi kolléganő is egy-egy fejezetet azért mindenki megírt, tehát hogyha ha szerkeszteni akarnánk, akkor azt mondanám, hogy egy formátumban kellene kiadni mondjuk a Bellon Tibornak a nagykunság történeti állattartásáról szóló hatalmas művét, Őrsi Juliannának a társadalom szervezetről szóló óriási művét. Egy fejezet lehetne ez is, és természetesen a gazdálkodásról szóló munkákat is. Nemrég jelent meg a határhasználatról Elek Györgynek egy nagyon kiváló munkája. Tehát ez egy jó sorozat lehetne, ez akár így együtt a nagykunság teljes körű feldolgozása. Azért érdekes most ez a dolog, mert meg azért születhetett meg ez most, ez a kötet ilyen formában, mert a 20. század utolsó harmadában szépen kijöttek a szintézisek. Minden tudományterület hozta a maga monográfiáját, a régészet is, és ezek is mind megjelentek. Az új eredmények hozzáférhetőek, megjelentek. Tehát azt gondolom, hogy ennek most volt itt az ideje, és mivel én keletkutató vagyok, mi mást is szednék Tollhegyre, mint a keleti örökséget. Hogyan született meg ez a monográfia? Hogyan kell azt elképzelnünk? Például, hogy ön hogy dolgozik? Én 30 éve. Tehát hogy ír? Erre vagyok kíváncsi. Tehát, hogy egy picit belássunk a kulisszák mögé, ugye azért nem annyira sokan írnak, akár ha mondjuk karcagról is beszélünk, tehát azért nem sokan jelentetnek meg könyvet. Mindenki másként ír. Én olyan vagyok, hogy érlelek egy gondolatot, akkor aztán persze mindent kitalálok, csak ne kelljen leülni, akkor pucolok ablakot, akkor
fordítom ki a házat a sarokból. Persze, ez mindezért van, hogy, hogy alakul valami. Aztán leülök és megírok egy fejezetet. Fel sem nézek addig, amíg meg nem írok egy fejezetet. Éjjel-nappal. De ennek nyilván már előzményei vannak. Tehát minket megtanítottak az egyetemen cédulázni. És én is megtanítok mindenkit, aki az utamba kerül, és fiatal kollega, mert akkor az embernek ott van a keze alatt az összes adat, és átlapozza, újra rendezi a céduláit, és akkor leül, ránéz, és akkor ír, tudja írni. Ráadásul az az előnye, hogy ott van a bibliográfiai hivatkozás is, és bár mindig becsúszik valami hiba, de azért mégiscsak nagyon fontos, hogy ott legyen, kéz alatt legyen az elődök munkáinak a felsorolása is, mert hiszen mindnyájan azért dolgozunk, hogy lábjegyzet legyen belőlünk, és bocsánat, már én azért dolgozom, hogy nem maga találja ki ezeket az ember, hanem bizonyos már meglévő adatokat új megvilágításba helyez, vagy annak kapcsán beugrik valami egyedi gondolat, ami érthetővé teszi ezt a dolgot. Tehát az én esetemben itt mondjuk például a lakodalmas folklort vegyük, a felkendőzött lovak esete. A nagykonságon mindenki tudja egy lovas lakodalomban, egy hagyományőrző lakodalomnál, hogy a lovakat felkendőzik, feldíszítik, kendőt kötnek a kantárra. Na de hogy miért? Arra éppen Vámbéri Ármin világít rá egy kazak lakodalom leírása kapcsán, hogy üldözik a mennyasszonyt, a szekérre ültetett, kocsira ültetett mennyasszonyt üldözik a lovaslegények, és aki ügyesebb, aki leggyorsabb és beéri a mennyasszonyt, annak egy kendőt ad át, amit a legény a ló kantárjára köt. Erről van szó. Valaha ez is megvolt, ma már nincs meg, csak az emléke, csak az a jelenség, hogy felkedőzzük a lovat, mert ezt így kell, de ugye a rítus megőrizte. Na ezért kell olvasni az elődök munkáit, mert akkor bevillan egy csomó dolog. Tulajdonképpen ebben a kötetben én azokat a dolgokat, azokat a jelenségeket, azt az örökséget vettem számba, amelyek a nagykonságnak az ízét, a különleges fényét adják. Szokták mondani, hogy nincs itt semmi. Itt még a víbicis ríva repül át. Ez nem igaz, ez nagyon-nagyon nem igaz, mert egy nagyon különleges kultúrájú nép lakik itt, és igazán nekik ajánlom, azoknak, akik az őrhelyüket el nem hagyóknak, akik őrzik ezt az örökséget, vagy szándékosan, vagy egyszerűen csak azért, mert beleszülettek, és nem is tudnak belőle kiszakadni, meg nem is akarnak nyilvánvaló. Nekik ajánlom elsősorban, hogy érezzék, hogy tudják, hogy nagyon-nagyon büszkék lehetünk erre, mert ez egy különleges vidék. Nyilván megvannak a történeti okai, hogy ez a keleti örökség miért maradhatott így, az autonómia, zárt társadalma miatt elsősorban. És az, hogy a kun identitás, ezek mindenki csodálkozik rajta, hogy lehet ez, hogy évszázadok óta ez még létezik. Ennek is a történeti oka megvan, mindig azt hangsúlyozták, ami fontos volt, amit a társadalmi nyomás előhívott. Így ennek a különös történeti tudatnak van a redemcióhoz köthető, mint közjogi állapothoz köthető eleme is. Nyilván természetesen van etnikus gyökere is, és egy kis politikum is van benne, mert ez mindig is volt benne. Nyilván akkor jön elő élesebben, erősebben a lokális kultúra felmutatásának igénye, amikor valami módon ezt a külső hatás előhívja. Most a globalizáció az nagyon, nagyon egyszerű ez az egész képlet. Most azt kell hangsúlyozni, hogy mi miért vagyunk talpon, miért tudunk talpon maradni a mi kultúránkban, mi a miénk. Tehát ez a globalizáció ellen a társadalom így védekezik. Hála Istennek, visszatanítjuk a dolgokat, a hímzéseket, a táncokat, az énekeket, a mi atyánkat, a kun mi atyánkat, ami azért maradhatott fent, mert a két világháború közötti időben is még nagy ünnepeken elhangzott. Én is találkoztam ilyen személlyel, aki hallotta
a Kumi atyákat már nem tanulta meg, de a családban hallotta. Perlődi édesanyja például megállított engem a fürdőben, hogy ő ezt hallotta, és mennyire örül, hogy tőlem is hallotta újra. Akkor most egy picit, még majd visszatérünk a könyvre, csak ha már a Kumi atyánkat említette, akkor hát lehet úgy is fogalmazni, ugye mi itt már az interjú előtt beszélgettünk arról, hogy felrobbantotta az internetet az ön előadása. Eddig több mint 20 ezeren, 28 ezeren, 29 ezeren tekintették meg ezt a videót. Mit lehet erről tudnunk? Milyen alkalomra készült? Ugye azt tudjuk, hogy önnek egy nagyon kellemes hangja van, ezt is mondtam interjú előtt, tehát ez is azért hozzátartozik egy előadáshoz. És mi is ez a Kumi atyánk, és mi lehet most ennek a népszerűségnek a titka? Igen, a Kumi atyánk a 16. században keletkezett az Úr imádságának, a keresztény imádságnak, a Mi atyánk ki vagy a mennyekben, ennek a kun nyelvű fordítása. A kunok ugye a 15. század második felétől telepedtek meg, és fokozatosan tértek keresztény hitre, hiszen ez volt a befogadásuk feltétele. És nem ment azért ez olyan egyszerűen, de hát mégiscsak keresztvíz fölé vagy aláhajoltak, és ekkor keletkezett ez a nyelvemlék. Kun nyelven le kellett nekik fordítani, hogy értsék, hogy mit kell imádkozni. És mivel a két világháború közötti időkig a református templomokban nagy ünnepeken ez elhangzott, fennmaradt ez a nyelvemlék. Ez a legnagyobb, ez a legbecsesebb, ez a legösszefüggőbb nyelvemlékünk, mert azért sok van, főleg az állattartással kapcsolatos szókincsben találunk, de van asztali áldás, van kiszámoló mondóka, tehát van egy csomó olyan, amire érdemes felfigyelni, és ami nem csak a nyelvészeket érdekli, hanem a népi kultúra iránt érdeklődő más szakembereket is. Bocsánat. Mándoki Kongor István foglalta össze a kun nyelvemlékeket, és ő készítette nyelvi rekonstrukciót. Tehát ezeket összecsipegette, összegyűjtötte a töredékben megmaradt nyelvemléket, a Kumi atyánk emlékeit, és összevetette a törökségi megfelelőkkel, és rekonstruálta a valamikori hangalakot. Na ez az, amit én szoktam mondani, azt gondolom, hogy ha már visszatanítunk dolgokat, már pedig mindent vissza kell tanítani, a népi díszítő művészettől kezdve mindent, úgy 50 évenként feltámasztani, feléleszteni, akkor ezt is lehetőleg az eredeti úgy, ahogyan az eredeti hangzott, olyan formában tegyük. És az apropója ennek a bemutatásnak az volt, hogy Daróczi Erzsébetnek megjelent egy kötete, amiben én is jelen vagyok, és viszont a könyvemutatón nem tudtam részt venni, mert külföldön voltam. És akkor az ő ötlete volt, hogy hát vegyük fel, és majd ő bejátsza ezt az alkalmat. És én hát egy hirtelen felindulásban ezt feltettem a Facebookra, mert úgy megörültem neki, mert olyan jó sikerült, jó felvétel lett itt a stúdióban. És úgy gondoltam, hogy hát végül is úgyse azonos lesz a közönség, feltettem. Mm. És egyszerűen tényleg robbantotta az internetet, mert egy héten belül 20 ezeren tekintették meg, azóta meg ma reggelig 27.842 ember hallgatta meg. Most ez elképesztő dolog, meg új lehetőségeket is ad, azt hiszem, a tudományos ismeretterjesztésben. A Facebook sok mindenkihez elért, nem feltétlenül azt kell megosztani, hogy mi volt a vacsora, bár én néha onnan is merítek ötleteket, de például erre is, de komolyan erre is lehet. Tehát akkor most egy picit ezt már tovább gondolta, szerintem. Igen, mert ezt mutatja, szóval annyira érdekes volt, hogy főleg nyelvészeti tanszékek osztották meg, egyetemek. Török egyetemek, de nem csak a törökországi török, hanem a közép-ázsiai török is. És hát valami fantasztikus volt. Tényleg nagyon érdekes. Na most azt én rólam köztudott, hogy az én házam egy keletkutató központ itt az Alföld közepén, mert nem nagyon múlik el olyan hét, hogy valaki ne jönne, kutató kollégák persze, és aki hátizsákkal jön,
Magyarországra, az előbb-utóbb megtalál engem, és biztos, hogy nálam tölt egy-két napot, és tényleg szívesen látom is őket. Jönnek is. Jó ez, jó kapcsolat ez. Nagyon kell a tudományos kapcsolat ilyen formában is. Nekik mi azt jelentjük, hogy van itt egy különleges etnokulturális csoport, amelyik megőrizte az identitását és nyelvemlékeinek bizonyos elemeit. Ennek köszönhető, hogy engem most meghívtak. Megint meghívtak Törökországba erre a konferenciára, és ezt fogom előadni, erről fogom beszélni, hogy a nagykunság keleti öröksége, mi többek között a nyelvemlékeink milyen módon jöhetnek számításba, és milyen érdekességet jelentenek a világnak. Most egy picit térjünk még vissza a kötetére. Mi a kedvenc, mert ugye azt mondta, hogy különlegességek vannak benne. Mi a kedvenc része, mit írt a legszívesebben? Én mindet szeretem. Akkor melyiket tudnánk kiemelni? Melyik a legérdekesebb? Akkor így kérdezem. Nagyon szeretem a földrajzi neveket, nagyon szeretem, mert nagyon izgalmas, tényleg nagyon érdekes. Szeretem a családneveket, de hát ugye én nem nyelvész vagyok, én a nyelvészek után írom és értelmezem, és ismeretterjesztő formában írom le ezeket. Folklorista vagyok, tehát nyilvánvalóan a folklor vonatkozásait szeretem nagyon, a népviseletet, a díszítő művészetet, a népi díszítő művészetet, mert azért ez egy különleges dolog megint. Tehát az, hogy a kunhímzés az milyen módon köthető Kelethez, mennyire mik hatottak rá, mi lehet az, amit a kunok a díszítő művészetben, amit a kunok magukkal hoztak a Kárpát-medencébe, és erre hogyan rakódott rá a következő keleti réteg a hódoltság ideje. Na ez egy izgalmas dolog, mert sokkal többet adott a hódoltság, mint azt gondoltuk korábban. Már úgy értem, hogy ilyen értelemben. Hát érdemes a Rákóczi birtokra rátekinteni. Most voltam ott, nagyon érdekes a Rákóczi vár kiállítása, 17. századi hímzést láttam, ami táncoló tulipánunk ott van, csak éppen fémszállal, skófiummal hímeztek, de hát tudjuk, hogy a Rákócziak Törökországból hívtak török és örmény szálhúzó mestereket, meghívtak hímző asszonyokat, bujákat, a buja asszonyt jelent, a buja asszonyt jelent, a buja vászon innen van többek között. Tehát tulajdonképpen a magyar népi hímzésbe, és így a kunhímzésbe is, amihez fogható, nincs más tájegységen. Tehát van törökös, az úri hímzés az teljes mértékben törökös, de a kunhímzés az ennek a keleti díszítő stílusnak a leképezése, és a népi formában való megjelenés, népi kultúrában való megjelenése. Mert a kunsági parasztasszonynak tetszett az a díszítés, amit a református templom úrasztelítőjén látott, de hát nyilván se aranyszára nem volt hozzá, volt viszont gyapja. Volt viszont gyapjú, amit szépen meg tudott csodolni, volt ismerte a festőnövényeket, meg tudott festeni, tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes terület, és ezt nagyon-nagyon szeretem. Szeretem még a kerámia művészetet. Tehát a magyar fazekasságra hogyan hatott a keleti stílus. És itt is itt nem a kunokat kell elsősorban megint megemlítenem, hanem a hódoltság idején érte a magyar díszítő művészetet, a kerámia művészetet, a magyar paraszti fazekasságot egy ilyen hatás. Megint csak a szép motívumokat kell említenem, meg a kiöntőcsöves edényeket, amik ekkor kerültek a mi kultúránkba, és itt kell említenem Szabó Mihály nevét, ifjú Szabó Mihály nevét, aki a magyar reneszánsz kerámiát felújította. A szolnoki várásatási anyagok alapján, amit Selmeci László régésztől kapott, az ötletet is tőle kapta, a javaslatot is tőle kapta, és szépen felújította a kerámia leletanyag alapján a magyar reneszánsz kerámiát, ami
amit örökös, amit teljes mértékben törökös. Mi nagyon büszkék lehetünk erre. Én meg kifejezetten örülök neki, mert hát ezt én szépen le tudtam írni, és többek között ez is egy érdekessége ennek a kötetnek. De a temetkezési kultúrában is számos olyan dolog van, amiről jó beszélnünk. Például ezek a kunbálványok, amiket mindig babáznak, mindig kunbabáknak mondanak, valahogy a sajtó miatt terjedt el, kunképnek lehetne talán, vagy kunbálványnak lehetne talán említeni, amely a temetkezési kultúra nagyon-nagyon mély rétegébe vezethető vissza. Kérdés ugye, hogy állíthattak-e a kunok ilyen emléket az elhunyt szeretteiknek? Nagyon valószínű, hogy igen, csak nem kőből, hanem fából. Erre több jel utal. Györfi István hívta fel a figyelmet arra, hogy a Kiskunságban van egy orgomány mellett egy határrész, amit kunképnek neveznek. Nem véletlenül hívják kunképnek, mert nyilvánvalóan állított áldozati helyek voltak ezek, ahol valami nagy esemény előtt, vagy ünnep előtt áldozatot, lehetőleg étel és ital áldozatot mutattak be az elhunyt ősöknek, és az ő emlékükre állítottak kunképeket a magyarországi kunok is. Másik bizonyítéka is van ennek, hogy valószínűleg volt és fából volt, erre pedig egy török szerző hívja fel a figyelmet, hogy a régészek nyílhegyeket találtak a halmok csúcsán. Na most ezek a halmok ugye vagy kunhalmok, vagy mesterséges kurgánok, a 4000 éves halmok, vagy a Tisza hordalék kupjai, vagy valamilyen olyan térfelszíni forma, ami határdomb, ami miatt, vagy amit szándékosan emeltek az emberek, és ennek tetejére állították. Tehát ezek helyén nyílhegyeket találtak. Leírja ez a szerző, Gárdézit idézve, hogy a kunoknak, a kipcsákoknak megvan az a szokásuk, hogy elhaladva egy ilyen kunkép előtt tiszteletből odanyilaznak. Tehát valószínűleg ennek az emléke nálunk is élhetett a temetkezési kultúrában. Amit most látunk, ugye ezek a kunképek, kunmálványok, a Györfi Sándor művei, már hál' Istennek többet látunk belőle, mert azt a szép gondolatot idézi fel, amiről a kutatók ugye tudják, hogy a kőképek, tehát sírszobrok ábrázolás, illetve sírszobrok ábrázolása, igen, a korabeli kőfaragó művészetet idézi, mutatja be, ugyanakkor a kunok vándorlásának irányát is jelzi. Tehát ez nagyon-nagyon érdekes, nagyon szép gondolat. Úgyhogy én remélem, hogy ahol a kunok valaha megfordultak, ott előbb-utóbb egy ilyen szép kőképet, kunképet láthatunk az emlékükre. Mikortól és hol lesz elérhető a nagy közönség számára ez a kötet? Már elérhető, a könyvtárban már elérhető, meg lehet vásárolni, de bemutatója is lesz. Mikor most lesz olyan a bemutatója volt a program, hogy áttettük a tudomány hónapja tiszteletére, a könyvtárban fogjuk bemutatni. Mikor még lesz az egészen pontosan nem tudják még az időpontot, de majd tájékoztatjuk természetesen. Valószínűleg november elején lesz a lakosságot. Akár ezzel is indulhatna a tudomány hónapja karcagon. Köszönöm szépen, hogy ellátogatott hozzánk, és további sikeres munkát, és sok-sok kiadványt kívánunk még önnek, öntől. Köszönjük, hogy itt volt. Kedves nézőim, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! Mennyire népszerű és elfogadott ma az iskola menza program a gyerekeknél? Intézményünkben egyre több gyermek, illetve szülő veszi igénybe a gyermeke számára a menzai étkezést, nem csak az ebédet, hanem a napi háromszori étkezést is. Az elfogadottsága az igen változó, de én úgy látom, hogy ez pozitív tendencia felé hajlik. Ugye az átlagos megfogalmazás az a gyerekek részéről, hogy a menza étel az nem finom. Igyekszünk a
oktatás nevelés során, illetve a délutáni egyéb foglalkozások alkalmával egy kicsit közelebb hozza a gyerekeket ehhez a témához, és olyan foglalkozásokat tartunk, ahol megismerkednek a gyerekek a zöldségekkel, gyümölcsökkel, az ételek alapanyagaival, megpróbálják azokat el is készíteni, és rájönnek, hogy ebből finom ételek is készülhetnek, és úgy gondolom, hogy azok a gyerekek, akik részt vesznek ebben a programban, azok eleve másképp viszonyulnak a menza ételekhez, illetve ha elmondják társaiknak, akkor ők is szívesebben fogyasztják ezeket az ételeket. Összefoglalva úgy gondolom, ahhoz, hogy a menzai ételek minden körben elfogadásra kerüljenek, és szívesen fogyasszák azt a gyerekek, a családok és az iskola közös együttműködésére van szükség. A magyar kormány különböző programokkal segíti, amint a menza programot. Ez miben nyilvánul meg? Abban, hogy ugye két étkeztetőnél zajlik intézményünkben a menzás étkeztetés, és ők a programnak megfelelő ételeket igyekeznek előállítani változatos egészséges alapanyagokból, és változatos különben, tehát megjelenési formában, ezzel is elősegítve, hogy a gyerekek szívesebben fogyasszák ezeket az ételeket. Megjelent az iskolatej program is, erről milyen tapasztalatok vannak? Igen, ez már több éves ez a program, az iskolatej, illetve ugye ez kapcsolódik az iskola gyümölcs program is. Nagyon szeretik a gyermekek, hiszen itt nem csak tej, hanem tejtermékek kerülnek kiszállításra, és a gyümölcs programban is nem csak gyümölcsök, hanem zöldségek is kerülnek kiszállításra, és ezt igénybe veszi minden diákunk. Mi jellemző a mai közétkeztetésre, milyen ételeket főznek, és hogy kell ezeket az ételeket elkészíteni? Hát, hogy milyen ételeket készítünk? Hát először is külön kell választani a gyerekeknél való közétkeztetést, akkor külön a felnőtteknél, mert a gyerekeknél kevesebb sóval kell elkészíteni az ételeket. A felnőtteké lehet fűszerezettebb, egy picivel több sóval, de amúgy is a sót minden évben folyamatosan egy picit csökkenteni kell. Most úgy néz ki, hogy valószínűleg a cukrot is egy picit csökkenteni kell a felnőtteknél is, meg a diákoknál is. Milyen irányba mozdult el a közétkeztetés? Hát én szerintem elég jó irányba mozdult el, mert például a közétkeztetésnél most már be lehet tenni a vathúsokat, akkor lehet ezeket a burbur, köles, egyéb dolgokatból készíteni, köreteket és kész ételeket, és azért ez egy régi magyar hagyománytól nagyon eltér, de viszont a jelenlegi étkeztetésbe ezeket elfogadják. Ezek az elfeledett köretek mellett miből kerül még több az asztalra? Hát még mindig a tészta, meg a rizs, az kedvelik jobban, meg a természetesen a burgonyát, az főve, sütve, bárhogy fogyasszák, vagy kedvelik. Hát én azt mondom, hogy a tészta azért az a nyerő, főleg a gyerekiknél a közétkeztetésbe. Hát, de abból meg kevesebbet kell adni, de hát, ha egyszer a gyerek éhes, akkor szeret belőle többet szedni. Mi a helyzet a zöldségekkel, gyümölcsökkel? Hát a zöldségek azokat feltétlen kell foglalkozni, megszokattatni a gyerekekkel, többször kóstoltatni, hogy ismerje meg, szokja meg. Most például itt van egy ilyen kisebb csoport az egyik iskolának a diákjai, és akkor azok már 6. éve járnak ide hozzánk, és ilyen kis főzőke, kis klubot alakítottunk ki, és ezek a diákok először rögtön azt mondta, amikor meglátta a zöldséget, hogy az neki nem kell. De viszont mikor már együtt megfőztük azt az ételt, és lett belőle a kelkáposztából 3-4 fél étel, akkor azt mondta, hogy hát ez milyen isteni, mert nem ismerik.
Vagyis azért mondtam, hogy egy picikét a szülő segíthetne a gyerekkel, hogy főzzünk együtt valamit, vagy kóstolja meg, hogy jobban megismerje azokat a zöldségeket. És én ezt úgy hívom inkább a kis diákoknál, hogy alapanyag ismertetés, mert lényegében egész odáig kell visszamennünk, hogy magát az alapanyagokat megismerjék, és abból készítünk ételeket. Befogadóak a gyerekek? Elfogadták ezeket a változásokat? Igen, elfogadták. Elég több idő kell nekik, sokkal több idő kell neki, hogy ő rájöjjön arra, hogy tényleg nagyon finom a sült zöldségek, a párolt zöldségek, akkor mindenféle olyan zöldségek, amiket bepaníroztunk, kirántották, és akkor ő megkóstolta. Szóval így rögtön nagyobb rálátása lett, és a gyakorlatban, mint egy elmélet, meg a gyakorlat során rájött arra, hogy ezek tényleg finomak és laktatósak. Egészségesebben esznek, étkeznek most a mostani gyerekek, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt? Hát szerintem igen, jobban is foglalkozunk ezekkel a dolgokkal, amúgy is maga a szabály az előírja, hogy mennyi kalóriát, mennyi miből, hogy adjunk, hogy készüljenek az ételek, mennyi szénhidrát, mennyi zsír, mennyi olaj, mennyi só, és akkor lényegében így egészségesebb ételmód jön ki, kevesebb a magas vérnyomásos diák. Hát gondolom, ezt majd egy külön statisztika fogja elmondani, vagy bemutatni. Mink azt látjuk itten, hogy egészségesebbel próbáljuk mink, de hát ezt majd a gyerekek fogják elmondani. Helyet, mit keresnek a diákok? A népegészségügyi törvény szigorításai miatt az iskolai büfőkben se a túlzott cukor, se a túlzott sótartalmú ételeket, üdítőitalokat nem forgalmazhatunk. Az üdítő forgalmazók természetesen egyből reagáltak erre, és az éró, a mentes, a cukormentes üdítőkkel próbálják ellensúlyozni ezt a törvénynek a hatályba lépését. És mi jellemző, hogy inkább ásványvizet választanak, vagy akkor viszik ezeket? Az ásványvizek azok, hála Istennek, azok elég keresettek. Ezekkel a cukormentes üdítőkkel is próbálkoznak, de hát látjuk, hogy a multiknál megvásárolt 2 literes üdítőkkel, 1,5 literesekkel jönnek be a gyerekek, szóval ez nem biztos, hogy beletalált ez a törvényalkotás ebbe a dologba, így tőlünk vettek el bizonyos forgalmi eseményeket, amik átrakódnak máshova. És mondjuk esetleg 100%-os gyümölcslevet visznek el helyette? Hát az igazság, próbáltuk a 100%-os gyümölcs tartalmú italokat is, de hát hogyha az ember az apró betűs részeket elolvassa, akkor látja rajta, hogy ezek sem 100%-osok, hanem elég nagy cukortartalommal rendelkeznek, de általában ez nem olyan népszerű a fiatalok körében. Az energiai italokat, azokat gondolom, hogy mi mindig keresnék, ha lehetne. Természetesen látjuk, hogy a 1,5 literes energiaitalokkal közlekednek a gyerekek, de természetesen mi mind a fenntartóval, mind a törvény betartásával, oktatási intézményen belül nem lehet energiaitalt forgalmaznunk, így természetesen ez nincs a termékkínálatunkban. Mi a legnépszerűbb? Hát az ásványvizek azok természetesen az időjárási körülmények között inkább az ásványvíz, ahogy most pillanatnyilag ebbe az új tanévbe alakul, úgy látom, hogy az ásványvíz az, ami jobban fogy. Hát persze, kóstolgatják ezeket a cukormentes üdítőket is, de hát mondom, sajnos mi csak ezt forgalmazhatjuk. Úgy látom, ásványvizet hoztál otthonról. Kólát nem szeretem? Nem szeretem, én inkább a vízhívő vagyok. És jobban szeretem a vizet, meg egészségesebb. Nincs benne cukor se, szóval inkább a víz. Inkább egészségesebben élek, szóval próbálok minimálisan minden káros dolgot, és inkább egészségesebb életmódot választottam. Eddig se szerettem a kólát, és se a cukrozott üdítőket. Szóval én végig ásványizás voltam. Energiaital van nálad, ezt otthon használtad? Igen, mert a büfében nem lehet kapni, mert ugye ez most ilyen, hát nagyon forradalmasított, ilyen egészséges lett a büfé,
és ilyeneket már itt nem lehet kapni. Miért van erre szükséged? Hát nehéz így túlélni az iskolai időszakot így, ilyen segítség nélkül, kávé vagy energiaital nélkül szerintem. És egyébként másokkor mit szoktál? Hát itt büfébe szoktam venni, esetlegesen nagyon ritkán ilyen pizzás, twistert, meg ilyen, hát nem a, legegészségesebb dolgokat, de erre nagyon ritkán van sor, inkább ilyen gyümölcslevek, meg ilyenek szoktam. Sokkal egyszerűbb helyzetben vagyok, mint Daróczi Erzsébet Erzsike. Nekem nem kell felsorolni a jelenlévőket, elég azt mondani, hogy üdvözlök minden kedves karcagit. És vendégeinket is, akik ugyan kisebb számmal vannak jelen, de azt láthatom, és amikor itt körbenézek, hogy egymás között vagyunk. És jó azt látni, hogy nagyon sok ismerőssel, régi ismerőssel, és olyanokkal is találkozok, akiket akár évtizedek óta nem láttam, és vannak olyanok, akikkel hetente, naponta találkozunk, és ez egy jó érzés. Amikor szerte az országban járunk, és észreveszik ismerőseink, akár fővárosiak, akár más településre valók, hogy a karcagiak mindig sorolják, hogy itt is egy karcagi, ott is egy karcagi, itt dolgozik egy karcagi, van egy híres karcagi művészünk, na ezt is karcagi csinálta, akkor meg szokták jegyezni, hogy jaj, hát ezek a karcagiak mindenhol ott vannak. Ez részben igaz, de én azt gondolom, hogy ennek az a magyarázata, hogy számon tartjuk egymást. Ha két karcagi találkozik az ország vagy a világ bármelyik részén, akkor már megvan a közös téma. Hol laktok, melyik részen, melyik iskolába jártál, kik a rokonaid, kik voltak a barátaid. Vagy hogyha idősebbek, kik a szüleid, nagyszüleid, és ez számon van tartva. Én néhány évvel ezelőtt Budapesten találkoztam egy fiatal emberrel, és hát megtudta, hogy karcagi vagyok. És akkor szóba került, hogy hát neki a nagyapja is karcagi. Hát mondom, mondhatja bárki, hol laktak. Melyik utcába? Hogy hívják? Hogy hívták, hol dolgozott? És amikor úgy beazonosítottam, akkor azt mondtam, hogy ja, tényleg. Ez el lehet fogadni, és el is fogadtuk. És Erzsike, Daróczi Erzsike, ezt az érzést, amit mi érezzük, és mi tudjuk, hogy mi karcaginak lenni. Pontosan nem tudjuk megfogalmazni, hiszen megfogalmazhatatlan, hiszen a karcagi főtér, a park, a piac, a kisfürdőnek, a sósvizének az illata, a birka pörkölt, a Ferdinánd, és azok a szokások, hogyha egy távol idegen jön, hogy egy vasárnap déli 12-kor ember nincs az utcán. Ha véletlenül van, akkor az igyekszik, mert lemaradt az ebédről, és látszik, hogy kerékpárral is, vagy gyalogosan nagyon siet. És Karcagon vasárnap délben kiürül a főtér, kiürülnek az utcák, mert Karcagon 12-kor mindenki ebédel. Ez egy érzés, amit nagyon nehéz megfogalmazni. És Erzsike megpróbálta ezt megfogalmazni, ezt az érzést elcsípni. Azt gondolta, hogy ez sikerülni is fog neki. Hozzákezdett a könyv megírásához. Leírta és összeszedte azokat az embereket, akik elkerültek Karcagról. Egy pici részt meg is fogott ebből a dologból, hiszen azok, akik elkerültek Karcagról, kicsit távolabbról látják azt, hogy milyenek is vagyunk. Meg tudják fogalmazni. Olyan, mint egy pilóta, hogy fentről látja a földet, és egészében látja a dolgot. Csak rájött arra, hogy fogott egy kicsi részt ebből a dologból, de nem fogta meg azt az érzést, amit éreznünk kell. És akkor rájött, hogy ennek a kötetnek kell lenni egy második részének. Amikor elmondják azok az emberek is, akik itt élnek, hogy milyen érzés karcaginak lenni. Amikor elolvassuk a második kötetet, akkor már ehhez az érzéshez, amit érzünk, tudunk, csak nehezen tudjuk megfogalmazni, ahhoz már egy kicsivel közelebb jutunk. És hát nem tudom, hogy titkot árulok el, vagy, de kell lenni egy harmadik résznek is, hogy a kör körbeérjen, hogy tudjuk azt, pontosan legyen egy kép erről az érzésről, amit mi ismerünk, amit tudunk. És tudjuk azt, hogy sokan vagyunk,
Sokan vagyunk karcagiak, akik ismerjük egymást. De sokszor nem tudjuk, csak néha rácsodálkozunk arra, hogy milyen csodálatos dolgokat is csinálnak a szomszédok, az utcabeliek, a rokonság tagjai, a volt osztálytársak, a volt osztálytársak szülei, és amikor egy ilyen könyvbemutató van, és egy ilyen kiállítás van, és összefoglalva látunk életutakat, akkor azt kell mondani, hogy csodás ez a hely. A karcagiak mindenhol ott vannak, a karcagiak valami különlegeset tudnak, amit nem csak érzünk, hanem tudjuk is, mert karcaginak lenni kívánság és különlegesség. Amikor mondják azt, hogy biztos olyan jók a karcagiak, és mondom, hogy nem, hát a karcagiak között egy kicsit, hogy mondjam, mogorvábbak, egy kicsit nyakasabbak, ha valamit kimondanak, ahhoz ragaszkodnak, de mi így szeretjük. Nekünk ez a természetes. És ez a könyv, Erzsike könyve megragadta ezt az érzést. Én amikor olvastam belőle a különböző interjúkat, akkor azt láttam, hogy hoppá, tényleg. Olyan dolgok kerültek elő, amit tudtam. Amiben benne éltem, csak jó volt azt elolvasni különböző történetekbe, hogy visszaemlékeznek rá. A különböző 10, 20, 30, 40 vagy akár 50 évvel ezelőtti karcagot is, amire mindannyian emlékszünk, és egyformán emlékszünk, hogy szép volt, jó volt, és mindenképpen meg kell örökíteni. És ez a kiállítás, ez pedig maga a bizonyíték. És mindig szoktunk kiállításra menni, valamit megmutatunk másoknak, valami nagy teljesítmény. De amikor a nagy teljesítményeket egymásnak mutatjuk meg, képzőművészeti dolgok, szobor, grafika, csipke, különböző hagyományőrzés, akkor jó érzés, amikor így magunknak csinálunk egy válogatottat. Amikor nem a vendégeknek főzünk, hanem egy családi összejövetelen a családnak. Ebben benne van minden, benne van az az érzés, az a jó érzés, hogy jó itt karcagon lenni, és én Erzsikének nagyon szépen köszönöm azt, hogy azt a belülről feszítő érzést, hogy jó lenne ezt a érzést, ezt a gondolatot megfogalmazni, megfogni, ő neki kezdett, bátran neki kezdett, és azt látom, hogy jó úton van, és kezd egy olyan érzésem lenni, hogyha meg lesz a harmadik kötet, még akkor is marad hiányérzetünk, ezt nem lehet befejezni, ennek a történetnek nincs vége. Valamikor volt kezdete, de hogy karcag a szívünk csücske, ennek a történetnek nincs vége, ezt a mai nap is írjuk, és holnap is írjuk, itt karcagon élők és karcagról elszármazottak. Én gratulálok azoknak a kiállítóknak, akik meg tudták ma mutatni, hogy milyen különleges dolgokra képesek, hogy miért vagyunk különlegesebbek, miért lehet-e a karcagi büszkébb arra, hogy karcagi, és hát örülök annak, hogy a én feleségem is kiállít itt, ugyan ő nem karcagi születésű, de hát három karcagi fiúval már itt hozzájárult ehhez a közösséghez, és a munkájával is, úgyhogy nem örül, hogy kiemeltem. Gratulálok mindenkinek, gratulálok a alkotóknak, gratulálok Erzsikének, és egy mondatban megfogalmazva azt, hogy milyen érzés karcaginak lenni, jó és büszke érzés. Mindenkinek azt kívánom, hogy legyen büszke, és érezze ezt az érzést minél tovább, és ha nem karcagiakkal találkozik, akkor nyugodt szívvel, magát kihúzva mondja, hogy karcaginak lenni nagyon jó. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszöntöm nézőinket, hamarosan kezdődik a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola elsőseinek a Palánta piknik. Mit is takar ez a szó? Erről kérdezem Fölvárini Simonén igazgatóasszonyt. Nagy szeretettel vártuk a tanítványainkat a tanév elején, különösen az első osztályos tanítványokat, 42-en, és gyakorlatilag ez egy játékos délután, jönnek majd a gyerekek, benne van a nevében, hogy piknikelnek, befogadjuk őket, tesznek egy tréfás, vidám fogadalmat,
és utána pedig játék egy nagyon vidám, szórakoztató délután. És ez a piknik része, én a tavalyi évben úgy emlékszem, utána szépen mindenki itt leül, és plédeken elfogyasztják közösen azt, amit otthonról hoztak, anyuszi sütött, tehát ettől lesz egy kicsit ilyen piknik hangulata az egésznek. Igen, így van, a szülők vállalták, hogy készülnek szendvicsekkel, süteményekkel, üdítővel, és akkor a gyerekek nagyon szeretik a játék, után tényleg elfáradnak. Nagyon jó az idő, nagyon kellemes az idő, és akkor leülnek a plédekre, úgy, mint egy igazi piknik, mint a kirándulnának, és akkor elfogyasztják a hazait. Kik az elsős tanítónénik? Ferenci Péter né Irénke, ő az első B-osztálynak az osztályfőnöke, és Kuruszné Katona Évi, ő pedig az első A-osztálynak a osztályfőnöke, tanítónénie. Reméljük, hogy akkor a gyerekek jól veszik majd az akadályukat, és jó tanévet kívánunk nekik is. Igen, nem volt síros gyerekünk, ezt az előkészítő foglalkozásoknak köszönhetjük, nagyon aranyosan, kedvesen jöttek, jönnek, mind a mai napig, és úgy tűnik, hogy szeretnek iskolába járni, csak ez megmaradjon majd a későbbi években is. Így legyen, köszönjük szépen! Köszönöm szépen a lehetőséget! Esküszöm, hogy a mai naptól, szorgalmas iskolás leszek! Szorgalmas iskolás leszek! Boldogan indulok! Boldogan indulok! Reggelente iskolába! Reggelente iskolába! Ügyelek arra, nehogy pizsamában érkezzek! Jobb cipőmet nem húzom, a bal lábamra, a kakaós csigámat, nem csomagolom, a matek füzetbe, ígérem, hogy a legnagyobb ködben is, megtalálom az iskolát. Annyi barátot szerzek, amennyit csak lehet. Szünetben sem rúgom fel a rendet. Kedves nézőink, Rózsa Sándor, Karcagváros jegyzője lett az év jegyzője. A díjat múlt héten pénteken adták át Hajdúszoboszlón. A rendezvényen készített felvételeinket vetítjük önöknek, illetve a jegyzőről készített interjúnkat. Csak azért nézek bele, hogy minden rendben van. Igen, Rózsa Sándor, György Karca! Gratulálunk a díjhoz, és természetesen nagy léptékbe, de elevenítsük fel ezt a 17 évet, hiszen nem véletlen került most önhöz ez a rangos kitüntetés. Hát köszönöm szépen először is a gratulációt. Nem is tudom, hol kezdjem, talán ott kezdem, hogy tulajdonképpen jegyző, 22 éve vagyok jegyző, ebből 17 éve Karcagon. 2001-ben választottak meg, egy olyan előd után, aki 30 évig töltötte be ezt a posztot, tehát mint VB titkár is hosszú éveket töltött el, úgyhogy nagy kihívás volt akkor számomra, hogy méltó utódja legyek. Hát és talán
Most ezzel a díjjal is úgy gondolom, az elmúlt 17 évet értékelve, hogy talán méltó utódja vagyok. És természetesen nagyon örülök ennek. Az én aszpoétikám jegyzőként mindig az, hogy a jegyzői feladat az elsősorban egy szolgálat. Valamikor tanulmányaim során emlékszem rá, hogy Magyari Zoltán, a magyar közigazgatás atya egy jó 78 évvel ezelőtt mondta azt, hogy a közigazgatás a közönségé. Jegyzőként meg kell felelnünk a velünk élő lakosságnak, a politikai környezetnek, a jogi környezetnek, és mint vezetők természetesen az apparátusnak is. De ez a hármas feladat, ez komoly kihívást jelent, és ahhoz, hogy a mindennapok nehézségein túljussunk, mindenképpen egy ilyen kitüntetés, ez egy komoly mérföldkő, és azt hiszem, hogy a továbbiakban még több erőt és kitartást ad ahhoz, hogy folytassam, amit eddig csináltam, és talán jól csináltam, hogyha így módon érdemeltem ki ezt a kitüntetést, hiszen ez mégiscsak egy szavazás alapján történt. A jegyzők esetében erre nem túl sok lehetőség van. Hát a település vezetők közül, akik politikusok, ugye 4, illetve most már 5 évente azért csak megmérettetnek, de jegyzőként általában ez nem adatik meg. Talán a informális visszajelzésekből tudhatjuk, meg hát természetesen az önkormányzat elégedettségén látjuk azt, hogy a munkánk az értékes számukra, és megbecsülésnek örvend. Államtitkár úr azt mondta, hogy ez a legkisebb közigazgatási egység, és ezt azért nem egyszerű nagyon-nagyon jól csinálni. Hát igen, a település a legkisebb közigazgatási egység, de hát ezen kívül persze még vannak sokkal kisebb települések, és azért nem felejtkezem el a kisebb településeken dolgozó kollégáimról se, hiszen nekik is több módon meg kell felelni ahhoz képest, amit én mondtam. Városi jegyzőként azért mögöttem egy nagy apparátus van. És a jegyzői munka az mindig egy csapatmunka. Tehát minél nagyobb egy csapat, talán annál könnyebb. És vezetőként én azt hiszem, hogy akkor jó vezető valaki, hogyha példát tud mutatni, hiszen az apparátusnak is valahol igazodni kell. Ez nélkülözhetetlen, ha az ember korrekt tudjon lenni, igazságos, becsületes, pontos, hiszen mindenképpen úgy lehet sikeres egy szervezet. Azt is mondták itt a résztvevők, hogy a jegyző és a polgármester, illetve az alpolgármester nagy megértésben kell, hogy együtt dolgozzon. Gyakorlatilag nem is tudnak egymás nélkül működni. Hát igen, ezt lehetne úgy is mondani, leginkább ugye a polgármester tekintetében, hogy most már szimbiózisba kell lenni. Én mivel már elég régi jegyző vagyok, a jogi helyzetünk, munkáltató jogi helyzetünk változott nem is olyan régen, és még inkább igaz, hogy szimbiózisba kell lenni, hiszen a jegyzőnek a munkáltatója polgármester, korábban a képviselőtestület volt, de teljesen mindegy egyébként, hogy most egyik vagy másik megoldás változott, az kulcskérdés, hogy egy polgármester meg egy jegyző az összhangban tudjon dolgozni, hiszen a politika mindig meghatározza a célt, a jegyzőknek az a feladatuk, hogy megtalálják a végrehajtáshoz az irányt. És ebben az, hogy ez meg is valósuljon, segít az apparátus. Tehát ezeknek mindenképpen összhangba kell lenni, ezért mondtam azt, hogy ez egy csapatmunka. Természetesen a hivatalos dolgon túl azért egy-két magánjellegű kérdést is szeretnék feltenni önnek. Például azt, hogy sejtette, gondolt rá, és mit érzett, amikor megtudta, hogy ön lesz a kitüntetett? Egyáltalán nem sejtette. Gondolni meg végképp nem gondoltam rá, úgyhogy teljesen meglepetésként ért. Ismerem ezt a díjat, hiszen én is több rendezvényen már részt vettem, adódott az elmúlt 17 év alatt rá lehetősége, mert már nagyon sok rendezvényen részt vettem, és hát úgy gondoltam, hogy én még fiatal vagyok ehhez, de hát úgy látszik mégsem. Tehát azért már van egy komoly szakmai múltam, ha tetszik, ha nem, az idő telik, azért most már mégis egy fiatalember korának megfelelő szakmai múltam van mögöttem, és hát természetesen örömmel vettem tudomásul. Mit fog szólni a család, és van-e valami nagy álom, amit jegyzőként szeretne megvalósítani? Hát a család természetesen örül, hiszen látják ennek azért a hátulütőit is,
mert azért mégiscsak ez egy hivatás, tehát a munkaidő az csak egy igazodási pont az ember életében. És azt szoktam mondani, hogy a munkát mi soha nem fejezzük be, csak abba hagyjuk. Ez egy örök körforgás, hiszen a választási ciklusok is mindig csak éppen egy nüansznyit jelentenek, hiszen minden kezdődik újból egy új képviselőtestülettel, de ha jó a település vezetés, akkor a stratégiai célok azok közép és hosszú távon azért folyamatosak. És azt hiszem, hogy Karcagon ez így van. A család természetesen fontos, hiszen a támaszt ő biztosítja, hiszen az embernek azért van magánélete is. Legalábbis kell, hogy legyen magánélete, hiszen másképp ezt nem lehet csinálni. Úgyhogy a feleségem, meg a kisfiam, meg a nevelt fia, azok mindig biztos hátteret számítottak nekem. A pihenést, a felüdülést, a megújulást. És valami nagy álomcél, amit mint jegyző szeretne megvalósítani? Hát olyan nagy álmom, célom igazából még úgy nem fogalmazódott meg bennem. Én szeretném folytatni, és természetesen az újabb kihívásoknak megfelelni, hiszen soha nem állandó, ahogy említettem is ez a munka, mind a politika, mind a jogi környezet folyamatosan változik, tehát azért innovatívnak kell lenni. Ez egy állandó kihívás, és hogyha ezeknek meg tudok felelni, tehát most már azért mégis mondhatom, hogy azért már most idősebb vagyok, tehát a fiatalok mindig jobban meg tudnak felelni a világ változásainak, de én igyekezek lépést tartani, és körülvenni magamat olyanokkal, olyan fiatalokkal, akik tulajdonképpen segítenek ebben. Bár a díjat jegyző úr kapta, de itt elhangzott, hogy a jegyző és a polgármester nem működhet egymás nélkül, így aztán önnek is gratulálunk, és szeretnénk kérdezni, hogy ön mit szólt ahhoz, hogy ma itt Hajdúszoboszlón ilyen fontos elismerést kapnak? Köszönöm szépen a gratulációt, de azért elsősorban a jegyző urat illeti ezt mindenképpen. Az teljesen igaz, hogy egymás nélkül nem lehet meg a önkormányzat vezetése, a hivatal vezetése, az több emberre múlik, és egy nagyon fontos láncszeme a jegyző úr is ennek, illetve minden településen a jegyző. Egymással vagyunk utalva, a polgármesterek, alpolgármesterek, egyáltalán a képviselőtestület meghozza a politikai döntéseket, de a jegyzőnek a szakmai hátteret mindenképpen biztosítani kell. És hát nagyon jó volt itt Hajdúszoboszlón, Karcaginak lenni a mai napon, mert végtelenül büszke vagyok Róla Sándor jegyző úrra erre az elismerésre, hiszen az azt mutatja, hogy a hivatal vezetésén egy teljesen odaillő, jó szakmai háttérrel rendelkező fiatal ember áll. Itt az is elhangzott, hogy azért sok-sok cikluson keresztül művelik ezt a feladatot azok a díjazottak, akik már elismerésben részesültek. Kell ez az állandóság ezek szerint? Mindig elviszik a sótánkhoz. Dolgozó, egy olyan beosztott vagy beosztással bíró ember, aki folyamatosan, huzamosan látja el a feladatát, az mindenképpen szimpatikusabb a saját munkatársainak is, az embereknek, a lakosságnak, a helyi polgároknak, hiszen ez azt mutatja, hogy egy bizonyos hűséggel is bír a települése iránt, és a jegyzői munka tipikusan az a munka, amit nem lehet egyik napról a másikra végezni, tehát a folyamatosság, az állandóság itt nagyon-nagyon fontos. Tehát a ciklusokon átívelő beruházások, feladatok vannak, aminek a jogi hátterét természetesen a jegyző biztosítja, tehát nem lehet évente változtatni a jegyzőt, például nem célszerű semmiképpen, úgyhogy igen, ez egy nagyon fontos kritérium, és ezt értékelik is az emberek. Önök már fél szavakból is megértik egymást, jegyző úrral? Hát, sőt, talán már egy-egy szemvillanásból is, természetesen mióta ő ott dolgozik a hivatalban jegyzőként, én is ott dolgozok, tehát a kapcsolat nagyon régi, és örülök, hogy az akkori fiatal ember, aki még most is nagyon fiatal ember, megőrizte azt a vidámságát, pozitív életlátását, amivel kezdte a pályáját, nyilvánvalóan sok-sok tapasztalatot összegyűjtve.
Végezetül szó volt itt Hajdúszoboszlón arról, hogy húzóágazat a turizmus és Karcag-Hajdúszoboszló elég közel van egymáshoz. Ön mit gondol, mennyire lehetne összekapcsolni itt a környékbeli településeket? Van-e valami olyan terv, ami tényleg itt Kelet-Magyarországot még feljebb tudja emelni? Van ilyen terv. Én nagy híve lennék ennek, és vagyok is annak, hogy ez a régió az együtt dolgozó. Egyébként együtt is dolgozunk a Hortobágy, Hajdúszoboszló, Debrecen és a Tiszató egy nagyon komoly turisztikai fejlesztési projektnek a keretében össze van hangolódva. Rettentő sok lehetőség van ebben. Karcag a szomszédvár, 40 kilométerre van Hajdúszoboszlótól körülbelül, és ott is nagyon komoly turisztikai fejlesztések valósulnak meg a közeljövőben. És az, hogy mind a két település, vagy a többi település is sikeresen csábítsa oda a vendégeket, akár belföldről, akár külföldről, kellenek ilyen kiemelt turisztikai központok, célpontok, és az, hogy egymásnak kiajánljuk ezeket a lehetőségeket, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, úgyhogy vezérigazgató úrral, erről is beszéltünk pár perccel korábban, Ceglédi Gyula vezérigazgató úrral, hogy igen, ezt a lehetőséget ki kell használnunk, ritkán adódik ilyen, megvannak a saját értékeink, és ezt csak közösen egy csokorba szedve tudjuk nagyon hasznosan odatálalni az ide látogatóknak. Elsőként is gratulálok még egyszer mindegyik díjazottunknak. Én azt gondolom, hogy az idei versenyben olyan személyeket, de akár fogalmazhatunk úgy is, hogy ikonokat sikerült jelölni, és aztán ezeknek a személyeknek sikerült nyerni, akik azt gondolom, hogy a településük életében, a saját szakmájukban, és abban a tevékenységen, amit évek óta, vagy jobban mondva évtizedek óta végeznek, személyes sikereket is elértek, és azt gondolom, hogy a közösségeik számára is olyan sikereket értek el, amivel csak nagyon kevesen büszkélkedhetnek ebben az országban. Beszéljünk röviden egy pár szót az év polgármesteréről, dr. Molnár Attiláról Komáromban. Én azt gondolom, hogy egy olyan meghatározó embere a településének, aki egy igazi lokálpatrióta, egy igazi olyan helyben lakó, helyben élő fiatal ember, aki az egész életét arra tette föl, hogy egy közösséget, egy helyi közösséget minél jobban tudjon szolgálni. Mert hogy ezt még előjáróban fontos leszögezni, hogy én azt gondolom, hogy Magyarországon a településeink, az önkormányzataink kulcsfontosságú szerepet töltenek be abban, hogy közösséget hozzanak létre, értékeket hozzanak létre, és közösségeket képviseljenek, értékeket képviseljenek. Évjegyzőjéről is beszéljünk. A jegyző szerepe az a polgármesterhez, alpolgármesterhez képest annyiban más, hogy tulajdonképpen, ha a politikát és a szakmát el kell választani egymástól, akkor a politikai vagy a stratégiai ügyeket az alpolgármesterek viszik politikai értelemben, viszont a szakmai értékeknek és a szakmai munkának a mindenkori képviselete, a fenntartása az pedig a jegyzőké. Ezzel persze csak egy kis apró nyansznyi különbséget tettünk a kettő között, hiszen én azt gondolom, hogy egy sikeres polgármester, vagy egy alpolgármester, vagy úgy általában a képviselőtestet nem lehet meg sikeres jegyzők nélkül, és ez fordítva sem működik. És én azt gondolom, hogy a jegyzőknek olyan szerepe van, 90 óta szerintem mondhatjuk, hogy a legelemibb államigazgatási vagy helyi igazgatási feladatköröket kell ellátni, és olyan szervezőkészséggel, szervezeti kultúrát fejlesztő készséggel és egyéb más készséggel kell rendelkezniük, ami azt gondolom, hogy itt a 21. századi kihívásokkal szemben is egy kívánalom. És én azt gondolom, hogy Rózsa Sándor úr egy ilyen ember, aki ezeknek a kívánalmaknak meg tud felelni. 17 éve a város jegyzője, és én azt gondolom, hogy 17 év munkája az mégiscsak gombozból sok lenne, én azt gondolom, de én nagyon-nagyon örülök neki, hogy ilyen jegyzőkkel is találkozunk, aki nagyon-nagyon régóta jegyzője lehet egy településnek, úgyhogy
gratulálok ehhez a munkához is, illetve mind a hármaknak gratulálok, és tényleg már csak egy gondolatot szeretnék önöknek figyelmébe ajánlani, hogy sokat beszélünk az önkormányzatiságról, meg sokat vitatkozunk is az önkormányzatiságról, illetve az elmúlt években nagyon sokat polemizáltak mindenféle helyeken, szakmai alapon, politikai alapon az önkormányzatiságról. Én egyet biztosan tudok, megállíthatok önöknek, hogy 90-ben, amikor megalakult Magyarországon, vagy újra alakult Magyarországon az önkormányzatiság, akkor is, és most is, meg a jövőben is a legkisebb közösségeknek a szolgálói lesznek az önkormányzataink, és azoknak a közösségeknek a képviseletét fogják ellátni, akik ezeket az embereket, ezeket a képviselőket eddig is, és a jövőben is megválasztják. Úgyhogy gratulálok a szervezőknek ehhez a munkához, gratulálok a kitüntetettek, és gratulálok a korábbi kitüntetettek is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Elég miniszter minden évben, már 24 éve szívügyének tekinti, hogy képviseltesse magát, mint fővédnök ezen a rangos eseményen. Önt most ő képviselte, és elmondta, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a legkisebb egységét, a társadalom legkisebb egységét vezetik a polgármesterek, és jegyzők. Karcagváros tekintetében a jegyző kapta meg ezt a díjat. Ön személyes méltatást is mondott. A közigazgatásnak a legkisebb egységei a településeink, az önkormányzataink, és ott a polgármester, az alpolgármester és a jegyző az különleges szerepet tölt be. Én úgy fogalmaztam, és ezt meg tudom erősíteni, hogy ők olyan motorjai a közösségeiknek, amivel az ő munkájuk által, az ő mindennapi tevékenységük által előre vihetik a közösségeiket, közösséget építenek, és értékeket teremtenek annak a közösségnek a számára. És aztán azt is hozzátettem, hogy persze más-más szerepkörben van a polgármester, alpolgármester és a jegyző, viszont egymás nélkül egy jó csapatot alkotva egymás nélkül nem létezhetnek. És igen, belügyminiszter úr minden évben eddig fővédnökséget vállalt ehhez az eseményhez, és én azt gondolom, hogy azért, mert a belügyminiszter úrnak személyesen is fontosak az önkormányzatok Magyarországon, hogy minél sikeresebb, minél fejlődőképesebb és minél prosperálóbb települései legyenek Magyarországon. Személy szerint vett már részt ilyen ünnepségen, vagy ez volt az első, és hogy érezte magát? Nekem személy szerint ez az első. Én jól éreztem magam, rengeteg polgármester, alpolgármester és jegyző kollega van itt, akikkel ilyenkor mindig lehetőség adódik egy kis személyes eszmecserére, egy-két gondolatot megvitatni, beszélgetni egy kicsit kötetlen formában a munkáról, előttük álló kihívásokról, esetlegesen a fejlesztési elképzelésekről, úgyhogy mindig szívesen megyek az ilyen rendezvényekre, és azt gondolom, hogy ezek azért is fontosak, mert egymással is tudnak kapcsolatot létesíteni, az egymás jó gyakorlataikat is megismerhetik, és egymástól különböző témákban különböző praktikákat nézhetnek el. És persze ebből személy szerint én is sokat tudok tanulni, hiszen az a megtiszteltetés van, hogy én 14 óta dolgozhatom a belügyminisztériumban, 16 óta vagyok helyettes államtitkár, és nagyon sokat tanulok polgármesterektől, a polgármesterektől, meg a jegyzőktől is. Kedves nézőink, már a megköszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak velünk továbbra is, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása. Viszontlátásra mindenkinek!